Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ugye péntek van, és mint tudjátok, ilyenkor jönnek a fanboxing videók. Ma egy egészen különleges helyszínen vagyok, hát a Hiker szalonban. Ugye itt már jártunk korábban egy másik fanboxing videó kapcsán, és ma is valami nagyon-nagyon izgalmas dologra készülünk. Nyáron jártam itt utoljára, akkor a nyári bőrápolásról beszélgettünk, most viszont már ősz van, mire kell figyelni ősszel, hogyha bőrápolásról van szó? Elsősorban arra, hogy azt a nyáron elhanyagolt felső bőrrétegünket, ami a naptól aszalódott, szigetelő réteget von a bőrfelszínre, nem engedi a fagyumirigyeket ürülni. Ezt kellene valamilyen speciális módszerrel leszedni a bőrről, eltávolítani. Erre tudunk mi többféle lehetőséget ajánlani. Lehet, hogy egy kicsikét fura kérdésem lesz, de hát te vagy a szakértő, úgyhogy ezt jobban tudod nálam, hogy valamiért én úgy gondolom, hogy ugye nyáron annyit küzdünk azért, hogy végre lebarnuljunk, és hogyha most meg ilyenkor nekiállunk hámlasztani, akkor eltűnik a barnaságunk? Mi a helyzet ezzel? Valóban ez a helyzet, hogy ez el fog tűnni, de előbb-utóbb egyébként is eltűnik. Hogyha egy picit belegondolunk abba, hogy amikor ez, miközben ez eltűnik, egy csomó folt és szépséghiba marad a bőrfelszínen, akkor azt gondolom, hogy többen azt a lehetőséget választják, hogy jó, akkor húzzunk bele, és minél előbb szabaduljunk meg ezektől a bőrhibáktól. Ebben tud segíteni a különböző hámlasztások lehetősége, tehát kémiai, fizikai peelingek. Említetted a foltokat, és az a helyzet, hogy az utóbbi pár évben rajtam is akármennyire vigyázok a bőrömre, megjelennek ezek a ronda foltok. Egyedül vagyok ezzel a problémával, vagy sokakat érintő dologról van szó? Azt gondolom, nem vagy egyedül ezzel a problémával, bármennyire is használunk fényvédőszereket. Sajnos ez a probléma ez egyre fokozódik. Összefüggésben van az elvékonyodó ozonréteggel, az egyre erősebb UV-sugárzással. Az a lehetőség van, hogy nyáron használjuk a fényvédőket, és akkor ősszel így fokozatosan elkezdjük leszedni ezeket a májfoltokat a bőrfelszínről, elkezdjük koptatni. Erre szintén különböző kezeléseket szoktunk ajánlani. Na és ma mi fog velem történni? Ma egy lájtosabb verzióját fogjuk neked a bőrödön kipróbálni, ami nem kifejezetten egy erős gyümölcssavas hámlasztás, de lesz benne egy kis könnyedebb előkészítő peeling, ami gyümölcssav koktélt tartalmaz, és ügyelünk arra, hogy a bőrnek a vízvesztességét is pótoljuk hialuronsavval, ultrahanggal. Oxigénterápiát is kapsz, nagyon fontos ilyenkor a felszabadult bőrön keresztül a negatív ionok könnyen felszívódnak, és végül még egy nagyon-nagyon kellemes platinum masszázsral fog kényeztetni majd a kolléganőm. Ezzel a kezelésednek nem lesz vége. Minden vendégünket egyébként a hámlasztó bőrmegújító kezelések után háziápoló termékekkel engedünk haza, gyümölcssav koktélt tartalmazó krémpakolással, vagy retinol tartalmú kapszulákkal, az otthon végzendő kezeléssel, napi bekrémezéssel az elért eredmény fenntartható. Gyere, Nóri, próbáljuk ki most ezt a hidratáló kezelést neked is. Csak ajánlani tudom, hogy próbáljátok ezt a fantasztikus kezelést, amihez egyébként most minden lehetőség adott, hiszen ez egy fanboxing videó, szóval tudhatjátok, hogy nem csak én
kapok kényeztetést, hanem bizony egy szerencsés is, ugyanis egy valaki megnyerhet egy ugyanilyen kezelést. Hogy mit kell érte tenni, azt megtudjátok, hogyha ellátogatok a Facebook oldalamra. Hogyan legyek jó nő, így keresétek. Sziasztok!